Burán Sándor, a Párbeszéd frakció vezető helyettes a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És látja, őszintén mondom, hogy mi nem beszéltünk össze Krisztinával. Amikor feldobtam a témát, hogy Krisztina szerinted kinek a legmagasabb a nyugdíja, pontosan ugyanazt mondta, amit én említettem önnek adás előtt, nevezetesen, hogy ezek az úgynevezett pártállami nyugdíja. Azért nem keresnek nagyon rosszul valószínűleg, csak ezek szerint nem ők a top. De ez szerintem tévedés. Tehát nekik, amikor nyugdíjba mentek, akkor magas volt az akkori viszonyokhoz képest a nyugdíjuk, és erre jött a mindenkori nyugdíjemelés rá. Ez viszont szinte biztosan nem érje el a milliós összeget. Néhány évvel ezelőtt, mikor még hoztak nyilvánosságra foglalkozásokat, hogy kik a legmagasabb nyugdíjt élvezők, tipikusan Magyarországon, akkor egy hajós kapitányt hoztak ki, aki évekig járta a tengerek. Ez egykori hírtévének voltak műsorai, és neki talán ilyen 3 milliós nyugdíja volt megállapítva. De nagyon szeretném hangsúlyozni, mielőtt még tévedésbe esnénk, hogy nem arra vonatkozik a javaslatunk, hogy a már meglévő nyugdíjakat hogyan kell csökkenteni, hanem hogy a jövőben nyugdíjba menők esetében hogyan kell kiszámítani a rájuk vonatkozó nyugdíjakat. Tehát a meglévő nyugdíjakat ez a javaslat csak annyiban érinti, hogy akinek kevés van, azt felzárkóztatjuk. Hadd kérdezzek valamit, igen, én értem, amit mond, de hogyha mondjuk egyébként én megengedő vagyok azzal kapcsolatban, hogyha valaki 18 éves korától 60 éves koráig a Hornfokot kerülgette viharos tengerben, hajós kapitányként, annak én megadnám a magas nyugdíjat. De ez két dologgal összefügg. Igen. Egyik, hogy van egy járulékplafon. Mert egyébként a járulékot is befizeti, és annak nincs semmiféle plafonja, akkor a nyugdíjra se vonatkozom plafon. Ha viszont mind a kettőnek van plafonja, akkor ez egy igazságos rendszer. Ő valószínűleg egy olyan rendszerbe ment nyugdíjba, amikor már eltörölte az Orbán kormány a járulékplafont, és be is fizette ennek a mondjuk így alapját. Az arra vonatkozik, hogy a jövőben a járulék fizetésnek is lenne egy plafonja, tehát amikor még dolgozom, akkor nem fizetek akármennyit be, egy bizonyos jövedelem határ fölött nekem már nem kell fizetni nyugdíjjárulékot, ugyanakkor a nyugdíjban megyek, akkor cserébe a nyugdíjamnak lesz majd egy plafonja. Mondok egy példát, 75%-ra mondják most kormányközeli szakemberek, hogy a fizetésnek ennyi százalékát kapja meg valaki, a nyugdíjba megy. Hát vannak azért Magyarországon tudjuk 5 milliós fizetések is mondjuk a Nemzeti Bankban, azért neki könnyű kiszámolni a 75%-át. Ha mind a kettőre vonatkozik a javaslatunk, tehát nyugdíjjárulék plafon is van, akkor többet fog keresni aktív korában, viszont lesz a nyugdíjának egy plafonja. A mi javaslatunk szerint az átlag fizetés 3-szorosa, az ha a mai áron számoljuk, akkor nagyjából 1 millió forint. Akkor ön valószínűleg nem ért egyet azzal sem, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter nem ért egyet azzal sem, hogy az uniós pénzügyminiszterek úgy határoztak, hogy a magyar költségvetésben kiigazításra lenne szükség, és nem szeretne áthelyezni a pénzmosás és általában a pénzmosással kapcsolatos intézkedések felügyeletét uniós szintre. Hát azért Magyarországon jó tenne a hazai viszonyoknak, ha néhány felügyelet uniós szintre kerülne, például az Európai Ügyészséghez csatlakoznánk, és a hazai ügyészség nem lenne lassú bizonyos ügyek. Hát nem sok van. Nem sok van. És a pénzmosáshoz egyébként szerintem ugyanilyen alapon érdemes lenne csatlakozni. Az tisztítaná a hazai gazdaságot. Nem önnek vonatkozik a kérdés, de azért egységfrontot képviselnek ebben. Hogy állhat Házi Ákos aláírás gyűjtése? Hát erről tőle kéne információt szerezni, fejből én meg nem. Ez egy elaludott kicsit ez az ügy. Az az igazság, hogy bárki kezdeményez népszavazást, a lehető legjobb ügy mentén is. Azzal számolnia kell, hogy az aláírások összegyűjtése az egy macerás dolog. Én ezért szeretem azt, és próbálom javasolni a magam szerény eszközével, hogyha bármelyik ellenzéki párt, bármelyik ellenzéki képviselő kezdeményez egy akciót, akkor próbáljunk megegyeztetni, mert több száz ezer aláírás összegyűjtése az nagyon komoly és összehangolt munkát igényel. Ezért én most nem tudok sajnos erre a kérdésre választ adni, hogy hogy áll. Könnyen lehet, hogy nincs elég. De mondott egy választ, amiből hadd ragadjak ki egy fél mondatot. Igen. Azt mondta Burány úr, hogy azt próbálom meg javasolni ellenzéki képviselőknek a saját szerény eszközeimmel. Akkor, amikor például a nyugdíjról beszél, akkor ezek a szerény eszközök nem ugyanolyan szerények. Mit akarok ezzel mondani? Magyarul feldob egy témát, beszélgetünk róla, akár ki is dolgozzák ezt tervezetbe, majd bemegy a parlament elé, majd jön a kétharmados Fidesz-KDNP-s többség, és azt mondják 2 perc alatt, hogy nem kell.
A parlamentben az ellenzéki együttműködés ebből a szempontból azért praktikusabb, ha csak nem véres a torka egy javaslatnak, ahogy szoktuk mondani a parlamenti szlengben. Ez a parlamenti szleng, nem hallottam róla még. Jó, egy javaslatnak. Minden nap tanul valamit az ember. Egy előterjesztésnek nem véres a torka, akkor az ellenzéki pártok általában a többi ellenzéki párt kezdeményezését megszavazzák. De még valamelyik... úgy sincs meg az egyharmadon fölüli rész, vagy az 50% plusz. Hát a kormánypártok megrendre leszavazzák. A kérdés az ellenzéki együttműködésre vonatkozott. Az én szerény eszközeimmel próbálom elérni, hogy a javaslatainkat legalább az ellenzéki pártok támogassák. Szuper. Ez nem igényel nagy erőfeszítést, ez szinte automatikus. Rendben van. Most ha azt mondom, hogy önök beterjesztik mondjuk ezt a javaslatot a 90 ezer forintos minimál nyugdíjról, meg a nyugdíj maximalizálásról a háromszoros, az átlag fizetés háromszorosáról. Meggyőzi az ellenzéki társait, mert én úgy gondolom, ez nem egy ilyen frontvonalas dolog. Mondjuk úgy, hogy mondta, nem véres torka? Nem véres a torka. Oké, mindenki, a Jobbiktól az MSZP-ig, a DK-ig mindenki egyetért vele. És akkor mi van? Nem üresedett ki ez a része a politikának? Hát egyszer azért meg fogjuk nyerni a választásokat. Tehát most mindenki berendezkedett arra az elmúlt években, egészen az önkormányzati választásokig, hogy az Orbán rendszer az megdönthetetlen, itt már semmilyen változás nem lesz. Aztán az önkormányzati választásokon kiderült, hogy de lesz. Ezért minden olyan ellenzéki javaslat, amit most még egy kicsit megmosolygunk, hogy majd persze jön a kétharmados úthengerés, jó agyakba döngöli ezeket a javaslatokat, előbb-utóbb ezekből az ellenzéki javaslatokból lesznek a kormányprogram. Most Fióknak dolgozik? Egy Fiók szekrényének dolgozik ebben a... Azért nem teljesen, mert akkor nem beszélnénk róla a nyilvánosságot, félretennénk, és majd elővennénk boldogabb időkben. Azért a közvéleményt is meg kell győzni. Ugye... Minden javaslat akkor vezethető be a politikába, ha van mögötte egy közvélemény támogatottság. Uh-huh. Ennek hiányában kár vele próbálkozni, mert rövid úton megbukta még a legjobb kezdeményezés is. Azért kell beszélni a nyugdíjrendszerről, nem csak mi beszélünk róla, konferenciákat hívnak össze, nyugdíjas parlamentet hívtak össze nemrégiben. Egyébként azoknak a javaslatai összhangban vannak a mi javaslatainkkal. Tehát beszélni kell róla, kell ebben a kérdésben egy társadalmi konszenzus. Akkor lenne Magyarország egy sokkal boldogabb hely, hogyha legalább néhány nagy kérdésben, oktatásban, nyugdíjrendszerben, egészségügyi rendszerben, ami mindenkit érint valamilyen módon, lenne egy olyan közmegegyezés, hogy négy évente nem ráncigáljuk oda-vissza éppen az aktuális kormány szájéze szerint. Térjek vissza a lényegre, hogy véres-e a torka, minek van értelme, minek nem a jelenlegi parlamenti rendszerben, a független és a függetlenné vált képviselők megbízatásuk alatt képviselőcsoport megalakításában nem vehetnek részt, és képviselőcsoporthoz nem csatlakozhatnak. Nem mondok semmi újat, hadd lépjek rögtön egyel tovább. Nemzetközi jogot sért-e? Megvizsgálták-e már? Tudják-e? És hogyan tovább? Melyen fórumon lehet tovább haladni a független képviselőknek? A házszabály módosításáról beszél most. Így van. Valószínűleg az sért nemzetközi jogot, amikor egy képviselőt a jogaiban korlátozzák. Ezzel korlátozzák a képviselőt a jogaiban? Talán igen, ami biztos korlátozásnak tekinthető az, hogy például a szavazásban nem vett részt. Tehát vannak olyan büntetési tételek az új házszabályi javaslatban, ami alapján a házelnök kitilthatja a képviselőt a parlament épületéből is, ebből következően a szavazásokon sem vett részt, ebből következően képviselői jogait nem gyakorolhatja. Átülés vagy alakítás kapcsán? Az is hozzátartozik a képviselői jogokhoz, hogy egy strasbourgi bíróság ezt milyen, vagy egy európai bíróság milyen szinten gondolja a jogok korlátozásának, ahhoz képest, hogy mondjuk egy szavazáson se vett már részt a képviselő. Ezt én nem vagyok jogász, nem tudnám megmondani. Az biztos, hogy ez is a korlátozások közé tartozik. Megjegyzem, a KDNP annak idején nem ülhetett volna be a Fideszbe, hiszen emlékszünk, mikor a KDNP még önálló pártként létezett a parlamentben, önálló frakcióként lépett be a politika porondjára, viszont a Fidesz már elkezdte felmorzsolni, akkor a KDNP-sek egy része kiszakadt az akkori frakciójukból, és egyhangú szavazással a Fidesz, azt hiszem ez 97-ben történt, felvette soraiba. A Fidesz által most ránk erőltetett új házszabály szerint erre nem lenne lehetőség. Burány Sándor az ön parlamenti székéről is sok vita folyt annak idején. Így van. Folytatjuk. Köszönjük szépen, hogy itt volt.